Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban, amiben a LEGO Universe-el fogunk játszani. 2024-ben gyerekek, ez a játék nagyon-nagyon régóta megszűnt, és most valaki csinált belőle egy szervert, ami ráadásul működőképes. Nem hiszem, hogy akarok szórakozni itt a küldetéseket, de ott volt egy játékos. Na, már valaki elérte a level 2-es szintet. Aha. Hát igen, hát akkoriban, amikor én ezzel a játékkal játszottam, akkor még teljesen más számítógépen volt, szerintem akkor még, nem tudom, szerintem akkor még saját számítógépem sem volt. Legalábbis hát nem hiszem. Ezeket szétütöm. Adnak pénzt. Ugye azt is érdemes tudni, egyébként, hogy van B betű, ha? De itt az inventoring, hogy mindazonáltal, hogy megcsinálták a játékot működőképesre, frissítették. Tehát került be olyan content a játékba, ami még nem volt bent az originál LEGO Universe játékba. Tehát mindazonáltal, hogy ez egy működőképes LEGO Universe játék, tehát kijátszható, mint a régi, bővítették a contentet. Úgy gondoltam, ameddig itt a játékban, mint azt láthatjátok, a tutorial részt csináltam, úgy voltam vele, hogy jó, felvettem, mint videót, ugye azt, hogy a tutorial részt csinálom, és illetve beszélgettem egy kicsit erről a privát szerverről, viszont gondoltam, hogy ha már itt vagyok, megragadom egy rövid ideig nektek az alkalmat, és akkor mesélek erről az úgynevezett privát szerverről. Azt fontosnak tartom, és kérlek szépen ezt fogadjátok meg a saját biztonságotok érdekében, mivel ez egy privát szerver, tehát nem hivatalos LEGO vagy cég által futtatott dolog, hanem egy egyszerű csapat, aki összerakott egy működőképes szerver. Regisztrációnál mindenféleképpen ajánlatos nem a valós e-mail címeteket megadni, illetve az is nagyon fontos, hogy ne olyan jelszót adjatok meg a regisztrációnál, amit használtok, tehát érdemes csak erre a játékra, hogy kipróbáljátok, vagy játszatok vele, olyan e-mail címet és olyan jelszót csinálni, ami nem feltétlen tartalmaz bizalmas adatokat, mert ki tudja, hogy a jövőben nem zár be esetleg a szerver, vagy ezeket az adatokat nem használják fel a későbbiekben. Ez szimpla biztonság, tehát amióta fut a szerver, ilyesmi nem történt, és ténylegesen játszható 100%-ban a játék, folyamatosan frissítik kontentekkel, játszanak játékosok is, tehát működik. Illetve, hogyha szeretnétek esetleg videót arról, hogy hogyan kell feltelepíteni, hogyan tudtok játszani a játékkal, azt is mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióban, nagyon szívesen csinálok nektek arról egy videót, hogyan tudjátok működőképesen megcsinálni ezt a játékot, és hogyan tudtok regisztrálni, letölteni. Viszont srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, folytassuk is akkor a videót. Na itt vagyok közben, srácok, lányok, csak megnéztem, hogy rendesen felvette a hangomat, illetve hogy minden okés volt-e a felvétellel. Közét, ahogy látom, vannak. Hát akkor ki akar próbálni valamit. És van per dance, gyerekek, van per dance. Komoly. Per lol. Helye. Per lol. Per lauf. Per vév. Működnek, geci. Működnek a régi parancsok. Per volk. Nem. Nem, mert a walk az alapból shift-tel van, aha. Hát ez nagyon komoly, gyerekek. Nagyon nosztalgikus, nagyon nosztalgikus. Olyan... Ott ki tudjuk választani az első fegyverünket. És itt kell ezeket a lila szörnyeket törni, emlékszem, ezeket én régen nagyon farmolgattam itt. Ó, de olyan kurva jól néz ki. Ezek régen... Ez régen így nézett ki ez a pali, azt hiszem, aki itt volt. Viszont az ott régen úgy nézett ki, ilyen komoly szettje volt, meg minden. Nagyon komoly. World map. Aha, és akkor mi itt vagy? Már megtámadott valami. Hát ezt szétütöttem elég hamar relatíve. Passport. Battle. Build. Play. Racing. World Beater League. Events. Jelenleg nincsenek eventek. A játékban van shop. Ugye, mint mondtam, tehát ezt a játékot egy fejlesztő csapat csinálja. Valamiben fenn kell tartani a szervereket, hogyha meg tudom érteni, hogy lehet vásárolni dolgokat. Tehát itt van az új sponyabobos cucc, Patrik. Aha, ezek mind sponyabobos cuccok, bótmobil, egy hajó, ezek ilyen sponyabobos cuccok. Illetve van láda nyitás a játékba. Na, azt mondjuk nem tisztelem. Aztán nem feltétlen tisztelem. Vámpírgír, robotgír, és ezek adnak armort plusz életet. Hát ez lehet mondjuk, hogy a PvP-t egy kicsit pay to win-né teszi, de hogyha szeretnétek támogatni a fejlesztőket és tetszik nektek a játék, akkor van erre lehetőség. Hát én egy kardot szeretnék. Így van.
Find it in your backpack. Igen. Dupla kattal tudod felvenni, és akkor az inventory-ből lesz, és ilyenkor sárga körvonalat kap. És akkor ezeket szét tudjuk itt ütni. És akkor bal oldalt ott az életcsíkunk. Ezt a szélbe ütjük. Aha. Mission accepted. Hú, mi az a robot ott? Gyerekek, el nem tudom mondani, mennyire furcsa újra ezzel a játékkal játszani, és baromira örülök neki, hogy megcsinálták. Hatalmas pacsi a fejlesztői csapatnak, tényleg. Hát, és ebbe a robotot meg tudom ölni? Jó, hát nem valami durva a kombat, target rendszer van, tehát nem tap targetes, hanem amerre kattintasz, arra üt a karakter egyébként. Meg is építettük. És akkor lövi őket. Hát én csak begyűjtögettem a dolgokat, begyűjtögettem a pénzt, köszönöm szépen. Ezt is felvesszük. Gyerekek, nagyon OG. Ezt én nagyon fiatalon játszottam ezt a játékot, és nem sokkal utána, miután elkezdtem játszani vele, megszűnt sajnos. De emlékszem, játszok téren, hát egy palival ugye pont erről a játékról beszélgetnünk, hát ugye nagy gamerek meg minden. Get a pet to help you with this dick spot. Tehát ide kell valaki, aki ezt kiássa, majd valamilyen állatmaska, kutya vagy ilyesmi. Na, de ott tartottam, hogy játszok téren volt egy gyerek, aki ugyanúgy játszott ezzel a játékkal, és rendes adott tanácsokat, hogy mit hogy kell csinálni meg minden. Aztán sajnálatos módon utána nem sokkal később megszűnt a játék. Nagy sajnálatomra. És egyébként már egy ideje nézegettem, hogy hogyan tudnék újra játszani vele, sőt gondolkodtam azon is, hogy én összerakok egy privát szervert, de megcsinálta valaki. Úgyhogy borzasztó módon örülök neki, hogy újra tudok játszani ezzel a játékkal, a gyerekek. Ezt el nem tudom mondani nektek, hogy ez mennyire... Meg fog halni. Meghaltam. Hogy ez mennyire nosztalgikus érzés, és ilyenkor nem veszítek tárgyat. Várjátok. Plusz egy. Rarity? Ez a kard, ez ritkább. Igen, ez a kard, ez ritkább. Slash az enemies, knockback enemies. Aha. Szóval szereztünk egy jobb kardot. Igen. Oda kell mennünk. Farmoljuk az XP gyerekek. És figyeld, Legóból vannak még ezek is. A fal is Legóból van, ez a busz is. Mi a faszom, hogy mióta van itt egy busz? Ezt is se vettem eddig. Haló? Na nem baj. Most ezeket elszkippelem. És a sztori az úgysem nagyon érdekel engem. Meg egyébként van Lego Ninjago sztori a game-ben, azt hiszem. Rendes Lego Ninjago-s karakter. Terekkel, meg minden. Érted? Itt van egy lovag, karddal, én is egy ember vagyok karddal, de az űrből jöttem. Itt van egy busz, de közben ilyen furcsa szörnyek vannak, szóval... Action, salute. Te nem kolesztia vagy. De neked el lehet adni dolgokat. Eladom ezt, meg ezt. Helyel! Ez egy jobb kard? Nem, ez egy szarabb. Ugyanolyan. Armor polish. Restore 4 armor. Speed boostot ad. Ez heal-lel. Ilyen kardom van. Longsword. Ne, ez egy jobb kard. Basic dagger. Aha. Hát én megveszem ezt a kardot, Pali. Van rá pénzem. Én megvettem azt a kardot. És ezt el tudom adni? Vagy ezt most mennyi el tudom eladni? 22... Eladom. Ezek 100-ért el tudom adni.
És én most akkor felveszem a kardomat, figyeld, figyeld. Ott az új kardom, oda nézz. Hoppá! Azt figyeld! Azt figyeld! Az új kardom, te sókám, az új kardom. Szia, te postaláda vagy. Ez a back. Te back, te jól lehúzol engem. Nekem ez nem tetszik. Ja, hogy adtál is isakot? Akkor bocsi. Akkor én kérek elnézést. El van felejtve a történet, te bocsánat. Ma felveszük a sisakot. Je, oda nézzetek, milyen, hogy nézek ki. Sziasztok, én vagyok a Vilux. Fúj, mi az a nevetés? Fúj, geci. Mi az ilyen ninja? Ninja? Ever was a mix up at the post office and my ninja go. Igen? Accept. Ninjutsu. Az igen! Hát amiket tületeket eddig építgettem, azokat kell építgetni. Jól van. Na most már erősebb kardom van, öcskösöm. Szóna szét vagytok csapva. A robot mögé megyek, ezt leszúrkodom. Elemeng... Ebből kell hatot építeni. Itt is egy kicsit fel kellett gyorsítanom a felvételt, mert annyira beremerültem a játékba. Tudom, hogy a kombat itt tök egyszerűnek tűnik, hogy amerre kattintasz, arra ütsz, meg semmi extra. Viszont a későbbiekben ugye kaptam képességeket, azokat be lehetett aktiválni, gyűjtögettem a pénzt, építgettem azokat a dolgokat, amit kellett. Ugye itt pont az volt a küldetés, hogy megöltem egy nagyobb robotot, fel kellett építeni a turretet, és ezt csinálgattam, és közben így annyira beremerültem a játékba, annyira nosztalgikus volt, annyira egyszerű, mégis LEGO, mégis egy MMORPG ingyenes, újra itt van, és így nagyon-nagyon-nagyon belejeltem magamat, úgyhogy eszméletlen durva srácok, hogy mennyire beszippantott a játék. Ugye egy ilyen durván egy órát játszottam a játék, hogy a videó felvétel közben, ugye itt azért ilyen megvágott felvételt látjátok, én ténylegesen ajánlani tudom mindenkinek, tehát eszméletlen durván beszippantott a játék. Félnek. Félnek már ide jönni. Ez plusz egy armort ad. Akkor ezt felveszem. Lapát. Plusz egy armor. Plusz egy armort ad. Meg ez elvileg ad XP-t. Nem tudom, mi ez a varázspont. Ez speed boostot ad nekünk. Én már adnék ennél a sisaknál, köszönöm szépen. Valamiért úgy jobban tetszik. Ezzel pedig visszaaktiváltam a pajzsomat. El kell adni nekem most egy csomó cuccot, hanem úgy tele vagyok olyan cuccokon, amik nekem nem is kellenek. Hát kell vennem. Az mi? Ez. 700-ba kerül. Csóróság van, bazd meg. Ezt eladjuk. 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 Az összeset eladjuk. Ez HP-t regenerál, ezt is eladom. Ezt is megtartom. Igazság szerint ezt eladjuk. Ezt is eladjuk. Ez maradhat, ez... Hát igazából... Ez is maradhat. Ez is maradhat. Igen. De brikek maradhatnak, úgyhogy... Azokat megtartom. Jó. És vissza kell mennünk. Most beszélni kell veled? De igen, veled kell beszélni. Jó. És akkor... Equip Sentinel Shield and Use the Shielding Skill. Equipelne... És most lett egy pajzsom! Ilyen ikonnal rajta, látjátok? Sentinel Skin. És... az a hármas? Aha, és akkor most lett... pajzs körülöttem. De komoly! De komoly!
Double restore, tehát ez hill el minket, ezt meg lehet, hogy spend this on minigames. Minigémeken. Szóval igen, itt tényleg volt egy minigém, egy percig kellett túlélni egy ilyen újabb területen, ahol folyamatosan jöttek ugye az ellenségek, illetve a robotok, és hogyha meghaltál, akkor ugye előről kezdődött ez az egész. Én itt egy kicsit bénáskodtam, úgyhogy nekem kétszer kellett neki futni, viszont másodjára sikerült, úgyhogy figyeljetek, amúgy nekem ez külön tetszik, hogy vannak ilyen küldetés típusok is, hogy így kizökkentenek egy kicsit a játékba, és egyébként ezt többen is tudjátok nyomni, tehát a végére azt hiszem már pont becsatlakozott hozzám egy játék, úgyhogy azt nagyon fontos, én ezt egy ilyen éjfél hajnali időtájt vettem fel ezt a videót, itt azért is nem volt annyi játékos, de a videó elején, illetve itt is volt egy játékos, akit egyébként be is adoltam barátnak, úgyhogy ezt a játékmódot például, ami szintű egy küldetés, illetve a későbbiekben biztos jutalmazó játékmód, azt nem csak egyedül, de többen is tudjátok nyomni, de mint a videóban is láthatjátok, egyedül is ki lehetett egyébként bírni ezt az egy percet, illetve ugye a pajzs, amit beaktiváltam, ez a képesség, ez ténylegesen sokat segített. Collect 15 ilyen cuccot kell. És ezt tőlük kell, ők dobják ezeket a dolgokat. Legalábbis egyelőre nem dobták. Vagy akkor lehet, hogy a robot dobja. Vagy hogyha ezt megépítem. Nem. Te? Most dobott egyet. From extra life pointért adnak. Nem jó. Hát lehet, hogy kapta csóró. Meg is van amúgy. Folyamat spannolnak, ingyen XP. És akkor van élete neki, ha? Nem úgy, mint nekem? Imádom. Jó, közben készen a küldetésed, még túl is teljesítettünk, mert 15-et kellett összeszedni, és összeszedtem 18-at, de rájöttem, hogy azokat a zászlókat egyébként megéri összeszedni. You need three. Basz meg, én ezeket eladtam. Aha. Ja, és akkor kaptunk táskabővítést. Most már ekkora a táskánk, ezek az üres helyek is itt beleszámítanak. Most leidéztem valamit. Ezeket kell összeszeregetni. Vajjel, vákum. Fogom és így lehívom. Aha, és akkor így összeszívja. 1/8. Kettő per nyolc. Hát itt leölögetjük. Hú, kaptam egy nadrágot? Plusz egy. Ha. És mint láthatjátok, itt a röpke egy óra alatt tényleg változatosak voltak a küldetések.
tehát vákummal fel kellett szívni a LEGO darabokat, különbe kellett menni egy arénába túlélni egy percig, össze kellett építeni tornyokat, össze kellett gyűjteni bizonyos itemeket, úgyhogy ténylegesen elég faszántos és változatos küldetések vannak, és tényleg ez még csak a játéknak az eleje volt, ilyen kis nosztalgia betekintés, úgyhogy srácok, lányok, szerintem ténylegesen változó, és ez még bővelkedő, hogyha játszatok a játékkal, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lecsekkolnotok. Jó van, srácok, viszont már ennyi, gondoltam, hogy megnézem, hogy mi a helyzet itt emely játékkal, és hogy tényleg működik, és tényleg működik. Úgyhogy le a kalappal egyébként. Le a kalappal egyébként a fejlesztői csapatnak. És hogyha ti is ki szeretnétek próbálni, a leírásba le fogom rakni az oldalt, be tudtok regisztrálni és le tudjátok tölteni. Folyamatosan frissíték, érkeztek új kontentek, ha szeretnétek, van lehetőségetek támogatni a fejlesztői csapatot, ki tudjátok próbálni. Érdemesebb ugye haverokkal, meg aki szereti a Legót, azoknak kipróbálni. Ugye ez konkrétan egyébként egy Lego MMORPG. Én mind mondtam a videó elején, én gyerekkoromban játszottam vele, sajnálatos módon megszűnt a játék, és onnantól kezdve már nem tudtam játszani vele, úgyhogy én eszméletlen boldog vagyok, és örülök neki, hogy valaki megcsinálta, és lehet vele játszani. És tényleg nem csak az, hogy kipróbálod, vagy hogy egy-két szintet lépsz, és utána bágos, hanem tényleg megcsinálták működőképesre, és még kiegészítették extra tartalommal, skinekkel, új pályákkal, úgyhogy tényleg le a kalappal, és csak ajánlani tudom nektek, hogy nézzétek meg, úgyhogy mindenféleképpen ott lesz a leírásban. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha mi nem tettétek meg. A csatorna tagoknak pedig nagyon szépen köszönöm a támogatást, hatalmas pacsi nektek, ne felejtsétek el, hogy pörög egy processzor nyereményjáték a csatorna tagoknak, csekkoljátok le ezt a videót, amit itt a képernyőn láthattok, annak a videónak a végén elmondtam részletesre, hogy mik a feltételek. Úgyhogy srácok, lányok, a játéknak a linkje a leírásban, kommentben pedig nyugodtan írjátok rá a véleményeteket, ti játszottatok-e a játékkal régebben, nektek hogy tetszik, nosztalgikus-e, vagy így esetleg, hogyha mi nem játszottatok vele, akkor így nektek hogyan tetszik ez a játék így 2024-es szemmel, mert azért ez nem egy mai darab. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Addig is, srácok, lányok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!